iszunk, meg felvonulunk. Ezért jött el Dóri a télbúcsúztatóra, rajta kívül még 22 gyerek öltött maskarát és nevezett a jelmezversenyre. Viking lánynak öltöztem be, és csak azért, mert egyszerű jelmez. A viking lány mellett tűzoltó, kalóz, krokodil és markológép kezelő is tarkította a jelmezesek sorát. A zsűri és a közönség előtt is örömmel mutatkoztak be a gyerekek. Kézműveskedni is lehetett, a családok állarcokat készíthettek, de arcfestéssel és csillámtetoválással is készültek a szervezők. A rendezvényről nem hiányozhatott a fánk, sütőversenyt hirdettek, csoki bevonatos amerikai, mogyorókrémes, szalagos, rózsa, mákos és képviselő fánkkal is neveztek. Összesen 13-an mérettették meg magukat a szakértő zsűri előtt. Motivációt a gyerekeim adják, nagyon szeretek nekik sütni, illetve a férjemnek is nagyon szeretek sütni, és szeretem nézni, ahogy megeszik. Örülök neki, hogy ízlik. A leadott és a szervezők által biztosított fánkokból jótékonysági vásárt hirdettek, a művelődési ház családi programjait támogatták az akcióval. A farsangi időszak legkedveltebb étele a fánk. Egyes források szerint Olaszországból Beatrix királyné közvetítésével került Mátyás király udvarába az édes tészta étel. Sok elnevezése van, pankónak, pampuskának vagy siskának is hívják. Az üstökös családi kompánia interaktív farsangi produkcióval készült. A nagy csörömpölés, zajkeltés a tél elijesztését szolgálja. Ezzel a céllal rendezték meg a Vonyarcvashegyi programot. Kolbász, kocsonya, rétes és más téli finomságok is szerepeltek a gasztronómiai kitelepülők kínálatában. Helyi vállalkozókat hívtak a rendezők az első ízben megszervezett télbúcsúztatóra. Ebben is megújultunk, a régi, ami jól működő hagyományaink voltak, azokat megtartottuk, azokat megerősítettük, de újabbakat is szerettünk volna behozni, újabb élményeket adni a helyi közösségeinknek és az ide látó kedves vendégeknek, de legfőképpen ugye a családoknak és vonyarcvashegyi lakosoknak. És ez egy hagyományteremtően új program, amit most bevezettünk, egyrészt egy hagyomány. Közösségteremtő, közösség értékteremtő. Ereje van, hogy közös élményeink legyenek. A rendezők pozitív tapasztalatokkal zárták a programot. A művelődési ház és könyvtár a tervek szerint jövőre is megszervezi a télbúcsúztatót Vonyarcvashegyen.